Kezek, melyeknek meg annyi története van. Több mint 3 évtizede ünnepli a világ októberben az időseket. Idén sem feledkeztek el a régóta fiatalokról. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a térség településeit sorra járva ellátogatott Csányra, Zaránkra, Vámosgyörgyre, 60-ban több idős otthonba, idősek nappali ellátójába, Zagyvaszántóra, valamint Szűcsiben és Horton is köszöntötte a szépkorúakat egy kis süteménnyel és üdvözlőlappal. Nagy örömmel keresem föl mind az idős otthonokat, mind pedig az idősek nappali ellátását végző intézményeket. Igyekszem nekik kedveskedni finom édességgel és köszönteni őket a mai napon. Én még abba a garnitúrába tartozom, abba a korosztályba tartozom, akit a nagyszüleim megtanítottak, hogy köszönj előre az időseknek, beszélgess velük, segíts őket, támogasd őket, és hát ennek igyekszem maximálisan odafigyelve megtenni mindent ezen a szép napon. Az összejövetelek, ünnepek különös jelentőséget kapnak az évek múlásával. Ki hogyan éli meg az elmúló időt? Vannak, akik sokáig együtt élhetnek párjukkal, s vannak, akik sajnos már egyedül élnek. Két kezük mesélni tudna, mennyi mindent értünk tettek. Mindig szép ez a nap, hiszen ilyenkor mindig belegondolunk, hogy ők építették az országot, dolgoztak keményen a családba, dolgoztak keményen a munkahelyen, és nekik köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk velük együtt, és együtt mosolyoghatunk ezen a szép napon. Talán nem is jó az, hogy idősek napja, mert inkább akkor azt mondanám, hogy belenézek reggel a tükörbe, és jól érzem magam, jól nézek ki. Tehát ez az a korosztály, aki tényleg minden napnak örül, amit a Jóisten adott neki, és jól néz ki, és ez nagyon pozitívan és optimistán fogja föl. Ne felejtsük el, a felhők fölött mindig süt a nap. Most hála az ének ezen a szép napon itt is süt a környezetünkben, és azt kívánom, hogy legyen egészség, boldogság, békesség közöttük, érezzék jól magukat, és gondolunk az idősekre nagyon nagy szeretettel, tisztelettel, ahogy tanítottak bennünket gyermekkorunkban. Lehet, hogy már nem vágynak oly sokra, de szívüket egy jó szó, a törődés tovább dobogtatja. Emlékeztetnek bennünket, az idő csak pörög. Rohanásában is lássuk meg, mi értéket jelentenek ők, kik bennünket utódukként szeretnek s szerettek. Szűcsiben a polgármester asszony hívta meg a már régebb óta fiatalokat egy kellemes, közös időtöltésre. Az elmúlt napokban kiküldött meghívók alapján nagyon szép számmal összegyűjtünk itt a nagy teremben a művelődési házban. Képviselő úr is elfogadta a meghívásunkat, és mondhatom azt, hogy 100 fővel a szépkorú, időskorú lakosságot is egy nagyon kellemes, késő nyári, szívélyes fogadtatással vártuk. Egy kis vacsora, egy kis nótaének, egy kis műzikális kikapcsolódás a szépkorúak számára, akik szívesen jönnek minden évben, hisz nagyon jól érzik magukat, mindig kedveskedünk egy kis műsorral és szíves vendéglátással. Az eseményhez szívesen csatlakozott térségünk országgyűlési képviselője is, aki süteménnyel lepte meg az egybegyűlteket. Magyar nótaszó mellett köszöntötték az 55-60-65 éve házasokat, együtt ünnepeltek. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen Szücsi települést is ők hozták létre, mind a mai napig ők tartják együtt. Az ő gondolkodásuk az a szülőföld szeretetéből áll, az itteni munka szeretetéből. Ők tudják, hogy milyen tisztességben és nyugodtan élni, és hát mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk ma velük együtt. Szabó Zsolt a napokban Hortra is ellátogatott, ahol a fiatal generáció kedves műsora mellett virág és finom nedű várta a résztvevőket. Horton is megünnepelték mindazokat, akik 50 vagy még több éve együtt élnek, békességben, szeretetben. Belegondolunk, hogy másoknak ennyi év nem is adatott még meg, és ők pedig már ennyire együtt élnek, egymást segítve, támogatva. Örömmel néztem ezeket a házaspárokat, hiszen látszott, hogy a hölgyek mindenütt segítik, támogatják a férjüket, és a férjük is ott van a feleség mellett. Ez egy csodálatra méltó dolog. Magyar Norbert polgármester úr együtt virágot, ajándékot, emléklapot adtunk át nekik, és hát gratulálok a rendezvényhez. Horton ezt mindig nagyon jól csinálják, nagyon sokan összegyűlnek, jó programok, jó ételek és jó rendezvény, barátsággal, békességgel és boldogsággal együtt, ez így tökéletes idősnapi köszöntés. A kellemes hangulat mindenhol szebbé tette az októberi ünnepet. Fontos, hogy ne feledjük el mindazt, amit értünk tettek, vigyázzunk rájuk, szeressük őket.